köszöntök mindenkit, sziasztok! Rekkenő, perzselő, tikkasztó, több jelző már nem is fért ide erre a táblára, és lassan már ilyen környezetben érezhetjük magunkat, bár azért ilyen felhők holnap még egészen biztosan nem lesznek felettünk. Ugyanakkor hétfőn már megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, ugyanis egyre közelebb kerül hozzánk egy hullámzó frontrendszer, ám a hűvösebb, frissebb levegő az Alföldet várhatóan csak szerdán fogja elérni, addig ott tikkasztó forróságra kell számítani. A Kárpát-medencét tehát továbbra is forró, szubtrópusi eredetű légtömeg tölti ki, ám egyre közelebb kerül majd ez a hullámzó frontrendszer, bár ennek mozgása jelentősen lelassul, ugyanis déli ágán egy mediterrán ciklon is képződik, ezek együttese fogja majd meghatározni időjárásunkat a jövő hét első felében. Az előttünk álló éjszaka nyugodt, eseménytelen lesz, bár azért az előrejelzés bizonytalanságában szerepel a közepes szó, ugyanis tőlünk északnyugatra, északra záporok, zivatarok húznak majd el, és bizonytalan, hogy milyen mértékben kúszhatnak be országunk területe fölé, kis eséllyel megcsíphetik majd a Dunántúl északi, északnyugati területeit is, de egyébként számottevő változásra továbbra sem kell számítani, 20 fok köré csökken a hőmérséklet, tehát megint csak több felé lesz trópusi az éjszaka. Holnap napközben pedig megint csak szikrázó napsütésben lesz részünk, inkább csak fátyol felhők szűrhetik olykor a napsütés, de ez sem lesz számottevő. 32-39 fok közötti csúcsértékekre van kilátás, tehát a napi melegrekord is veszélyben van a holnapi nap során. És nagyobb tavaink vize is már kifejezetten melegek, látható, hogy 27 fokos a Balaton Siófoknál, a léghőmérséklet pedig 35 fok körül fog alakulni várhatóan, tehát igazi strandidőben lesz részünk. A jövő hét első felében pedig már megérkezik a változás, előbb az északnyugati országrészt éri el a hullámzó frontrendszer, így ott már 30 fok alatt maradhat a csúcsérték a hétfői nap során, majd ezt követően lejtmenetbe kerül a hőmérséklet, és jól látható, hogy megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Az ország délkeleti részében viszont azért egynapos csúszás, illetve egy-két napos csúszás lehet a dologban, ugyanis ott még mindig forróságra kell számítani, és ahogyan említettem, szerdán csökkenhet érdemben a hőmérséklet, és záporok, zivatarok kialakulására is később kell ott számítani. Én ezzel megköszönöm figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és kövessetek bennünket legközelebb is. Sziasztok!